Viszont focival kezdte annak idején, aztán elkezdett úszni, elkezdett kerékpározni, összerakta, ebből egy egész jó kis triatlon jött össze. A Vini Bike csapatának a tagja egyébként, és ha már Tomi említette, hogy ki az, aki futott már maraton, ki az, aki mondjuk az Ironman-t már teljesítette egy közületek? Ki az, aki mondjuk kétszer is? Ki az, aki 12-szer? Következő vendégünknek ez 12-szer sikerült, Kovács Szilárd, fogadjátok nagy szeretettel! Köszönöm szépen, és sok szeretettel köszöntöm én is az egybegyűlteket. Hát mikor engem Panaricsi haszólítatlag így megkeresett, akkor nem gondoltam, hogy ekkora felhajtás lesz. Én sokkal kisebb fellépésre számítottam, én nem tartozom a különösebben jó előadók közé, úgyhogy én is izgulok, de megpróbáljuk azért ezt leküzdeni. Na, próbáltam egy olyasmi előadást összehozni, mert egy kicsit kapcsolatba hozom a futást, a triatlonnal, mert azért holnap mégiscsak futóversenyre készülünk, itt pedig egy futóközösség lesz. És ugye sokakban felmerülhet az, hogy esetleg triatlonozni szeretné, és jellemzően ugye, aki ezt nem korán kezdve, akkor az Ironman-re gondol, mert annak van úgymond Nimbus a presztízse. Ezért lett az előadás címe ez. Hogy működik. Igen, amiről ugye beszéltem, hogy került triatlon, mint egy motivációs est futőközösség asztalára. Hát amit előbb beszélt, már előttem ugye elvette a kenyeremet így Tomi, egy magára kicsit adó futó, azért keresztedzéseket folytat, jellemzően úszik, kerékpározik. Szoktam egyébként futókat látni az úszodában, nagyon szoktam meg örülni. Ha meg megsérülnek, vagy valami történik velük, akkor amit Tomi esetében is volt, akkor kerékpároznak és úsznak. Tehát innentől már csak egy lépés egyébként a triatlon, meg kell nevezni. Így járt például Lubic Szilvia is, aki sérülése után rehabilitációja következtében elkezdett kerékpározni, görgőzni. Ugye, aki figyeli esetleg a Facebookon szoldalát, akkor ezt tudja. Itt éppen egy duatlon versenye készül. Hát, és ugye Belus Tamás nem hagyhattuk ki ebből. Ő is így volt ezzel. Valamint Csut Tomi, debreceni barátom, aki teljesítette ezt a 24 órás vertikál challenge-et, hogy 24 ezer szintet másztak meg 3-4 nap alatt, és annyira kikészült tőle, hogy hetekig nem, vagy hónapokig nem tudott rendes edzésmunkát végezni futás terén, így elkezdett kerékpározni, úszni, és most már triatlon versenyeken is indul. Hát ki honnan érkezett a triatlonba, jellemzően két irányból szoktak triatlonozni az emberek. Van, aki ugye egészen gyerekkorától kezdi, jellemzően úszással. És aki nem elég jó úszó, tehát élsportolónak nevelik, kiválasztják korán, de nem lesz annyira jó, hogy mondjuk esélye legyen kijutni komolyabb versenyre, vagy olyan úszást felmutatni, azok egy idő után át szoktak nyergelni triatlonba. Na most ők jelenleg az élvező, meg akármilyen távon is. Valamint azok a másik irány, pedig azok mi vagyunk, az amatőrök, akik mindenhonnan a világból, illetve a sportvilágából kerülünk a triatlon felé. És ezt tudni kell, hogy a triatlon az nem csak az Ironman, hanem ettől vannak rövidebb távok is, illetve hosszabbak is, de azt már azért kevesebben csinálják ezeket az ultra távokat. Sokaknak ugye ez csak egy kipipálandó bakancslista, van, aki benne marad, mint én, és utána már ezt életvitelőszerűen csinálja. Itt van például az egyik csapattársam, Sky Zoli, csak így hívjuk, Jánoszki Zoli, aki mindent is csinál, terepkerékpározik, ugye részt vett 3 éve volt, azt hiszem ez a borzasztó Spartathlon esemény, amikor borzasztó volt az időjárási körülmény, ott indult, és nagyon nem beszéltük meg, hogy itt leszel, nem tudtam, hogy itt vagy, itt van személyesen. ő is csinált több Ironman-t, és hát előbb láttam itt Varga Janit is, őt se tudtam, hogy itt lesz, őről meg azt kell tudni, hogy ő volt az első, és tudtommal, javítsatok, hogy nem így van, hogy máig az utolsó, aki végig is ment mindjárt egy házi Spartathlonon, ő volt tőlünk az első 2000-ben. Úgyhogy nagy példaképünk nekünk, ő az erdőben a régi erdői futóknak.
Igen, erről beszéltem az előbb, mikor jöttünk bele, kattintottam. Nem tudom, hogy ismeritek az úriembert, vagy felismerhető-e. Az egyik, mind a kettő Kovács. Ugye, ez látható. Az egyik itt áll a színpadon, őt nem annyira ismeritek, vagy most ismeritek, meg másik egy Kovács Kokó István. Ugye, olimpiai bajnok öklöző volt, és ez a fotó 2014-ben készült Tiszaújvárosban. Ez volt Kokónak az első triatlon versenye. Ez egy sprinttávon indult, annyit, mert nyilván megkérdezték a szervezők, hogy hogy volt, hogy esett, mi a vélemény, és azt mondta, hogy hát ő nem gondolt, hogy ez ennyire kemény tud lenni, hát pedig azért ő kapott egy pár pofont az élettől, és nem csak az utolsó volt a nagy, hanem amit utána a triatlonban kapott. Egyébként azóta nem is tudom, hogy 5 vagy 6 Ironman távot teljesített nagy a távon, tehát nagyon szorgalmasan felkészült és tudta csinálni. Nem tudom, hogy ki az, aki nézte most az olimpiai közvetítést a triatlonban. Nem volt véletlen, hogy a Kokó volt a szakkommentátor, és nagyon szépen kommentált az eseményeket. Na de végülis mi a triatlon, eddig nem definiáltuk. Ugye ez az úszást és a kerékpározást, mint a futást foglalja magában, ezeket egymás után, szünet és váltás nélkül kell teljesíteni. Így szerveződik össze ez egy versenysportál. Nehézsége az, hogy a egymást követő sportmozgás formákra átállni nem olyan könnyű, mint azt sokan gondolnák. Tehát egy viszintes testhelyzetben lévő keringésből, utána egy félig fekvő, félig ülő testhelyzetben kerékpározni, teljesen más izmokat mozgatni, majd ezt követően mellett elfáradt lábakkal futni nem könnyű. Ez nekem több mint 10 év után sem egyszerű feladat, fájni szokott. Na, itt felírtam a jellemző távokat, amiket tartanak ebben a sportágban. Hát ugye minket leginkább ez az utolsó, vagyis a nagy tömegeket leginkább ez az utolsó szokta érdekelni. Ez a hosszú táv, hogy nevezzük Ironman távú versenynek, mikor 3800 métert úsznak, 180 bicikli, és a végén levezetésnek, ahogy mi hívjuk, a maratoni futás. Egyébként azt is meg kell említeni, hogy ez maga az Ironman név, ez egy levédett márka név. Ezt a World Triathlon Corporation birtokolja. Igazi hivatalos Ironman brandű versenyt csak ők rendezhetnek, másnak nem engedik meg. Úgy képzeljük el, mintha valaki levédené a maratont. És akkor azt mondja, hogy csak ő az a maraton, amit ők csinál. Ennek ellenére nyilván mások is fognak hasonló távú versenyt rendezni. Ilyenkor adnak neki valami más nevet. Magyarországon ugye a leghíresebb, meg most már több mint 30 éve van Nagyatádon, az Extreme Man triatlon verseny. Norvégiában Norseman, és nem is tudom még hol, mindenféle men. Orava men a szlovákoknál, tehát bármi ilyesmi van. Ami ugyanezt a távot takarja, ugyanezt a versenyt, csak más brand alatt. Ugye, aki úgy azokat szokták nagybetűvel Ironman-nel írni, aki ezt a brandet teljesíti. Magyarországon ilyet még nem rendeztek, féltávot rendeztek 4 alkalommal, ezt a Kropkó Péterék hozták el Budapestre. Ez volt a Ironman 70.3. Teljes távot Magyarországon még nem rendeztek. Igen. Említsük meg, hogy ennek a sportnak a nemzetközi szinten is voltak magyar kiválóságai. Ugye Csomor Erika, ő Hawaii-on ennek a versenynek a világbajnokságán, minden évben ott rendezik meg jellemzően októberben, abszolút negyedik tudott lenni az elit mezőnyben. Oda külön kvalifikációs versenyt rendeznek, hogy oda kijuthasson az ember, rengetegbe kerül már csak a kvalifikáció is, úgyhogy nem könnyű kimenni, valamint Kropkó Péter, aki esetleg jobb, talán aki ismertebb név lehet, 51-szer teljesítette maga ezt a távot. Hát ők ebből éltek egy időben, tehát ők ezt életvitelszerűen végezték. Magyarországon, mint említettem, a nagyatádi. Hát most már nem merik használni, még Ironman OB-nak sem, hanem hosszú távú országos bajnokságnak hívják az Extreme Man Nagyatádot, és a legelső magyar Ironman az Varga József volt 91-ben, és Hegedűs Erika azt hiszem 1990-ben. Akik megnyerték. Hát ott
Nagyatádon van a tudomásom szerint az egyetlen triatlon szobor, egy hotelban, és akkor ott fel vannak tüntetve az addigi győztesek végig egészen napjainkig. Egyébként a nagyatádi versenyszpont jövő héten lesz szombaton. Én magam honnan érkeztem ebbe a triatlonbát, már itt azért lelőtték elő a poén, tehát fociztam rendkívül alacsony szinten. Az látható, hogy egyik fotó sem a Bernabéuba készült, vagy a Allianz Arénába. Az egyik a Nyíregyházi főiskolán, a másik pedig Budapesten, ott az a zöld mezben, a acélöntők SK pályáján valahol Budapesten. A felső azért érdekes a Nyíregyházi főiskola, mert olyan alacsony osztályban voltunk, hogy nem tudtuk megszámolni, hogy hanyadik, és már onnan nem lehetett kiesni. De mi nagyon lelkesek voltunk, tehát magunknak festettük a pályát, nyírtuk a füvet. Akkor még azért nem ömlött ennyire a pénz alatt a rugásban, mint most. Úgyhogy ez a felszerelésen is látható, és megnyertük 97-ben a bajnokságot. Látszik, hogy ünnepelni viszont már professzionális szinten tudtunk. Ott látható. Egyébként mellettem ott Fogarasi Zoli van, aki most a DVSC-nél már elég komoly szinten edzősködik. Tehát én innen jöttem. Ez csak annyiban érdekes, mert nyilván mindenkinek az életútja érdekes, ezzel csak azt akartam szimbolizálni, hogy én minden pici sikernek örültem, és nem voltam tehetséges. Én általános iskolában nem választottak ki sporttagozatra, nem akartak velem különösebben semmit se csinálni. Én mindent szívesen csináltam volna, de nem erőltették. Tehát nem voltam úgy tehetséges, hogy meglássák bennem a sportolók. Úgyhogy mikor ez volt az én szintem, én ezeknek nagyon örültem. És ezt követően, mikor befejeztem a labdarúgó pályafutásomat, ami azért nem egy ilyen dicsőséggel volt kikövezve, találkoztam futókkal, ez olyan körül 14 éve volt, 2007 körül, akik rávilágítottak nekem a futás szépségeire, amiről előttem már itt többen beszéltek, hát hasonló utat jártam én is végig. Annyi különbsége, hogy én a foci mellett elég szorgalmas voltam, én mindig eljártam futni, emiatt én jó kondiba is számítottam ezekben a csapatokban. És nem tudtam, hogy itt lesz Cserpák Tamás, de jelentős szerepe volt annak, hogy bekerültem ebbe a futóközösségbe, felkészültünk az első maratoni futásunkra, lefutottuk, nagyon jó, és akkor most hogyan tovább, fussunk még, vagy 5 maraton, 10-et, 20-at, akármennyit, vagy fussunk gyorsabbat, azt láttam, hogy a gyorsulás az nem biztos, hogy az én asztalom lesz. Eddig, mint focista, azzal küzdködtem, hogy legyen rajta még egy kis testtömeg, hogy a ütközéseknél ne borítsanak fel, most meg fogyjak le. Úgyhogy kitaláltuk akkor Cserpák Tamással a bálványozott Vinnai Józsi hatására, mert ő már csinált Ironman-t, hogy akkor ez kell nekünk, mi ezt ki fogjuk próbálni. És ez itt az első maratonom célfotója. És ezt követően akkor belekezdtünk a triatlonba. Eljártam úszni, kerékpározni. Jó, ez a kép, ez már nem olyan régen készült, de ez most ezt találtam el, azt gondoltam, hogy ezzel jól nézek ki, de majd megmondom, hogy nem. És hogy miért nem. Jó, és az lett a lényeg, hogy megcsináltuk az első Ironman-t, Nagyatádon, nagyon boldog voltam, a finisher pólóba vettem még egy tartalékot, mert teljesen tisztában voltam vele, hogy ez nem fog rólam le se rohadni, ez ebből kell még egy, mert mindig ezt fogom viselni, és nagyon boldog voltam, mindaddig még egyszer meg nem kérdezték, hogy jó, hogy csináltál Ironman-t, mert sokan, 500-an csinálják, de mi lett az időd? 12-27. Válasz, jó. Akkor rá kellett döbbennem, hogy ez nem volt akkor a nagy dobás. Igen, mert nem akartam, csak egyet. Ja, azzal mondom, életem végéig fog büszkélkedni, megkorom, hogy király vagyok, csináltam ilyet, jó. Elmentem a következő évbe, nagyon komolyan vettem az edzést, nagyon sokat futottam, szabadságom erre ment rá, az összeset kivettem, hogy tudjak edzeni, és az meg olyan jól sikerült a második, hogy utána már nem benne maradtam ebbe az örvénybe, és mikor már nem ment olyan jól, akkor még már volt egyesületünk, aki miért meg azért kellett csinálni. Úgyhogy most már szerintem ez a dolog így veszett. Ez
2013-as országos bajnokság, ez a egyénileg a legnagyobb sikerem, nem az időeredmény miatt, bár abból nekem a legjobb, hanem az országos bajnokságon én 11. tudtam lenni, és ha ugye visszagondolunk arra a képre, hogy megünnepeltük a 97-es Várskörzeti 2 bajnoki címet, ahonnan nem lehetett egyébként kiesni, meg e között az azért nekem az ég és föld. Tehát ezért adott nekem nagyon sokat ez a sport, a triatlon, mert én soha nem gondoltam volna, hogy fel fognak szólítani pódiumra, és egy Kropkó Péter, mert a nyakamba fog akasztani egy magyar bajnoki második ezüst érmet. Tehát korosztályosat persze, tehát akkor is. És akkor ott így képzeljétek el nagyatár, így ülünk a eredményhirdetésen, és akkor kezdődik a győztessel, és így megy tovább. Egészen hátra, aki legutoljára jött be. És az első sorban ülni azért nem volt olyan rossz 500 ember között, úgyhogy nyilván nagyon boldog voltam. Na, te is, ugye a előadás cím, hogy te is lehetsz Iron Man, hát mi kell hozzá? Hát először is kell egy elhatározás, ha ez nincs, akkor egy kényszer. Ilyenről nem hallottam, hogy valakit kényszerítettek volna, de lehet. Tehát vagy fogadásból, vagy bárhogy, de elhatározás legyen meg. A második talán, hogy erre egészségileg alkalmas személy kell, hogy legyen. Tehát ezért nem árt megvizsgáltatja magát az ember keringési rendszerét, szívet, szívútham, stb. Mert azért nem játék. Tehát 10 óra körül egy folytában mozogni a savasárási küszöb környékén nem vicces dolog, és mindez nagyon nagy melegbe. Úgyhogy egy orvosi vizsgálat azért erősen javaslott. Nem árt az is, hogy az illető tud úszni. Hát én már annélkül nem tud. Tehát ahogy, és az egy dolog, hogy azt gondolod, hogy mondjuk tudsz úszni a medencében, mert az jó, azt mindenki tud, vagy gondolják. De más nyílt vízben 500-at magaddal, mikor leverik a szemüvegedet, lenyomnak a víz alá, nem látsz a víz alatt semmit, rosszabb esetben a víz felett se látsz semmit, és pofonok közepette kell valahogy haladjál. Tehát ezt szokni kell. Sokaknak egyébként halálfélelme szokott lenni, és sokan volt már olyan, aki emiatt hagyta abba nem csak azt a versenyt, hanem az egészet. Tehát ezt meg kell szokni, erre fel kell készülni. Nem árt, ha az illető tud kerékpározni, most jellemzően tudunk, vagy azt gondoljuk, meg itt nem akarok belemenni, hogy más kerékpározni, tudni meg közlekedni. Az annak inkább a felkészülés során van jelentősége. És ami még rendkívül fontos, hogy hát ugye kellő mennyiségű szabadidővel kell rendelkezni, de ez itt szerintem minden előttem szólóra is értendő. Én mindezt 8 órás munkanap mellett csinálom, tehát nagyon kevés idő marad edzeni, és még kevesebb regenerálódni, mert ha sokat edzel, sokat is kell regenerálódni, tehát ahogy Szabó Laci szakedző mondta, hogy ha nem regenerálódsz, akkor degenerálódsz. És akkor, hát igen, tehát van közöttünk orvos, nem egy, úgyhogy ő ezt jobban tudja. Én is voltam a sportorvosnál, ugye erről látható a kép, nem is akárkinél, a nagyatádi versenyszervező belgyógyász kardiológus Hely Gyulánál, valamint ott a alsó képen, a piros pólóban pedig 2 éve a budapesti sportkórházban szintén csináltak egy teljes felmérést. Megpróbáltam összegyűjteni, hogy ez mi a különbség és a hasonlóság a hosszú távfutás és a triatlon között. Hát a futók olyan szempontból szerencsésebbek, hogy kevesebb felszerelésre van szükségük. Tehát én mindig télen megérítem őket, és hogy beülnek öten az autóba, egy táskával elmennek az első helyszínére, akár legyen ez ugye az előbb említett Tortúra, én is megjártam. Nekünk triatlonosoknak kell vinni a biciklit, a neoprénruhát, a sisakot, a biciklis cipőt, a futócipőt, a szemüveget, úszósapkát, mit tudom én mindent. Jellemzően mindig az megy tönkre, amiből egy van, én mindenből kettőt viszek amúgy is. A versenyszezonban vannak nyilván eltérések, a triatlon az inkább nyári sport, így a versenyek javarésze rekkenő hőségbe zajlik, teljesen más futni mondjuk 38 fokban vagy tűző napon maraton, mint mondjuk március 28-án Debrecenben a Rotaryn, vagy pedig október 10-én
Budapesten, a Spár maratonon. Ami még fontos, hogy sajnos nem jeleztük már a Magyar Triatlon Szövetség felé, hogy itt regisztrációra van szükség, ki kell váltani egy versenyengedélyt, kapsz egy versenyengedély számot, stb. És akkor azzal tudsz versenyezni, futásra meg benevezel akár honnan, elmész és futsz. Sajnos a triatlonban ez nem így van. Egyébként, aki szeret, most gyorsan eszembe jut elmondom, aki szeretné mondjuk kipróbálni, jövő héten lesz Jándon egy ilyen kisebb teretriatlon jellegű, egyszerű kis verseny, az, aki ez, ha más nem megnézni, meg tudja, hanem akar indulni. Anyagi vonzatát tekintve triatlon azért drágább, sokkal többbe kerül a nevezési díj. Ugye egy ilyen versenyszervezése sokkal több költséggel jár, biztosítan az útvonalat, ugye a mentőt, tűzoltót, stb. Ugye sokkal nagyobb kerékpáros útvonalat kell lezárni, valamint a vizet is, olyan hely is kell legyen, ahogy a víz minősége is megfelelő. Gondolom ezek teszik sokkal drágábbá. Viszont vannak szerencsére hasonlóságok, ugye amit említettük, a keresztetszések ugyanaz, tehát ugyanazra alkalmasak. A regeneráció az teljes mértékben hasonló, mi sem regenerálódunk rendesen ugyanúgy, mint ahogy Belus Tamás se, és az energetikai rendszer tekintve, de hát nyilván ez is időben hosszú, ugyanazokat a rendszereket használod. Gyűjtöttem még ilyet, hogy ugye én későn kezdtem el a triatlont, nagyon sokan vannak így mások, jellemzően ugye ez az amatőr mezőny zöme az ilyen. Mi az, amiben mégis fel tudsz fejlődni egy professzionális triatlonoshoz, és mi az, amiben nem? Hát nem tudsz felfejlődni az adottságokban, mert ahogy megszülettél, azt kaptad, nem lesz más az izomösszetételed, nem lesz hosszabb a combcsontod, ha nem kezdtél el időbe úszni, akkor már nem fogsz gyorsan úszni, mert sajnos az úszás egy korai kiválasztású sport. Ugye az edzés ideje és a regenerációban van neki különbségünk, egy professzionális sportoló reggel edz, utána hazamegy, eszik valamit, pihen, és megy délután edzésére, addig ez amatőr nem tudja megtenni, és egy elit versenyzőnek azért a forrás igénye sokkal másabb, korszerűbb technikával tud dolgozni, edzéstervezés, orvosi háttér. Viszont minket nem ez érdekel, hogy miben nem tudunk már profit lenni, minket jobban érdekel az, hogy miben tudunk hasonlítani egy profira, egy elit versenyzőre, akárhány éves is, és ez például mondjuk az edzéstervezés. Hát, most már minden tudás a birtokunkban van ahhoz, hogy olyan edzésperiódusos, periodációs rendszert építsünk ki, mint nekik. A sporttáplálkozás, Belus Tamás tudna erről mesélni, mert ő ezt tökélyre fejlesztette, olyannyira, hogy ő megvalósította a családon belüli erőszak gasztronómiai változatát, amennyire én tudom. És amiben még tudunk hasonlítani rájuk, a kerékpár beállítása, a hatékonyság, hajtás, ezekben még el lehet menni, ilyen mindenféle véréseket le tudják állítani, valamint a depózással kapcsolatos technikai dolgokba is utol lehet azért őket érni, ugyanis ez nem kell rá születni, ezt meg lehet tanulni. Előbb beszéltem erről a képről, de csak annyi az érdekesség, hogy mikor ezt megláttam magamon, nagyon boldog voltam, milyen jó kép, milyen jó a bicikli, telekerék, ez az amaz. Hát utána figyelmeztettek, hogy magasan ülök, mármint hogy a fejem, a nyereg alacsonyan van, a fejem magasan, tehát lejjebb kellene ereszkedni, meg pont sikerült elkapni egy olyan helyzetbe, amikor kis tányéron van a lánc, az nem olyan menő, mint mikor nagy tányéron, úgyhogy nyilván ezt szakavatott szem látja, ezt még elsőre nekem sem sikerült, de ilyenek is vannak. Igen? A depózásról beszéltem, hát ez egyébként ezzel a csapattársaimat teljesen idegrendszerre kikészítem, mert megmondom neki, hogy jó, hogy felszállni, tehát a úszás után felugrani a biciklire, az tényleg nagyon sokat kell gyakorolni, nem könnyű, sokszor az adott helyzethez
és alkalmazkodni kell, sokszor a kivezető út fel, tehát emelkedik. Azért ott úgy felugrani, hogy egyből hajtást adja a biciklinek nem könnyű, van azt elnézem nekik, hogyha cipőbe futnak, és úgy szállnak fel, viszont a leszállást nem tudom nekik elnézni. Ez a tatai versenyen volt, gyönyörűen le van szőnyegezve a depó, kerékpározás befejezi, van egy vonal, előtte már le kell szállni, és onnan csak tolni szabad. Egy készült triatlonos már ilyenkor úgy érkezik a vonalhoz, hogy kihúzza a lábát a cipőből, szépen át teszi rajta, és akkor szint lefékez futó sebességre, lelép és egyből fut, és itt a ott középen látszik, akit én profinak minősítettem, Csetepes Sanyi csapattársam, hogy ott látszik, nem tudom, hogy hogy kell ez a világ, ez itt, hogy ő szépen fut mezít láb a szőnyegen, míg itt mögött a cipőbe futnak, és hát az mégis milyen. Másik csapattársam pedig azon érkelődött a verseny után és fél táv után, 6 óra 25 perc, 6 másodpercet ment, hogy 6 másodperccel kiment a szintidőben magával támasztott, és mondtam neki, hogy itt van a 6 másodperc, hogy te is cipőbe futsz, és az a sokkal lassabb. Na, erről ennyi. Jó, és hát ez megmutatom, hogy ez valóságban milyen. Ha elindul a videó, remélem nincs rajta hang, mert nem kell, hogyha véletlenül be van kapcsolva, akkor nem kell hang. Igen. Meg elindítom megint, tehát azt kell majd látni, hogy lesz ott egy versenyző, majd itt körül, itt, aki szépen lefékez, megáll, állóra fékezi magát, leszáll és úgy megy át. És jön a másik versenyző, hogy 15 méter hátrányból, ő már szépen átvetett a lábát. Na, igen, itt jön, szépen futósebességre fékezik, és szépen megy tovább. És nyert 5 méter. Ez egy sprint verseny volt, egy másodperc is el lehet bukni egy ilyen versenyt, úgyhogy jelentősége van. Na mindegy, ez már csak az én hülyeségem. Miért ajánlom, hogy próbáld ki a triatlont? Hát multisport, több irányból terheli a szervezetedet. Ha valami, amit erről már most beszéltünk eleget a sérülésről, akkor nem kell kétségbe esni, nem tudsz futni, akkor még mindig tudsz úszni és kerékpározni. Lehet esetleg egy olyan kihívás, amiben sikeresebb leszel, mint bármi másban addig, én így jártam. Más közösség, új impulzusok, és a kettő, hogy egyik se zárja ki egymástnál, az egyesületben van minden is. Terepkerékpáros, ciklokrosszos, ugye többszörös Ironman, tehát ilyen duplákat csinálnak, meg ilyen őrületeket. Terepfutó, már ugye Spartánost azt nem tudom, hogy van-e, de Spartát valósítok, akkor most már mondhatjuk ugye János Kezoli személyében, és ezek egyik se zárja ki a másikat. Úgyhogy ezért is lehet érdekességek. Előbb a Belus Tamás mutatta, hogy ez a Skyrunning verseny hol ment. Hát nem tudom, hogy ki mire gondol, hogy ez mi lehet. Ennek a képnek nem az a címe, amire elsőre gondolunk, hogy madarat tolláról, embert orráról, hanem ez egy maratoni futásnak, egy Ironman távolverseny, egy maratoni futásán készült fotó. Ide tényleg nem menjen senki, mi ezt nem tudtuk, hogy ez lesz. Ivancsó doktor a felelős ezért, elcsábított, hogy én kísérjem a Jánosik nevezetű extrém terep triatlon versenyre, és kötelező vinni kísérőt, nem mehetsz egyedül. Tehát éjfélkor kezdődik az úszásot, nem kell vele menni, meg ki vannak világítva, de a kerékpáron mögötte kell menni el autóval, 185 kilométeren, az még hát nem sík, mert van úgy 2500 méter szint benne, de aszfalton, tehát országúti kerékpár, és utána mi azt hittük, hogy olyan lesz, hogy jó, hát terepfutni, hát oké, itt a nyírségi homokról érted. És a fátrába kellett. Egy darabig ott sem volt baj, de az utolsó tizen akárhány kilométer az ilyen volt. Hát nézd, és akkor 10 óráig küzdködtük magunkat. Úgyhogy én életemben nem gondoltam, hogy egy maraton tud 10 órás lenne, mert tudott. Na ide lemenjetek.
ha csak nem vagytok hegymászók, azoknak jó, mert akkor mindegy, hogy nem tudsz úszni, előbb-utóbb valahogy átevickélsz, ha nem tudsz biciklizni, az se számít, viszont ha tudsz hegyet mászni, akkor ott te nagy király vagy. Ez csak egy ilyen érdekesség, ez nem az a... És még az újság is megírta, helyi sajtó, úgyhogy hogy Ivancsó doktor miért nagy tettet vitt végre. Hát azért Belus Tamásnak mindenképp akartam kedveskedni. Köszi! Ez azért történelmi fotó, mert ez 2015-ös. Azért, és most így néz ki, ahogy láttátok az előbbit. Én nem nagyon változtam. Valószínűleg ez volt az utolsó futóverseny, amikor előtte értem célba. A mellettem lévő személy, nem tudom, hogy így felismeritek, ez a Barna Miki, a Spariba volt hátvéd. Velem egy idős, ő is elkezdett futni, és mostanában titkolja, de tudom, tanul úszni. Tudjuk, hogy mit jelent. Egyébként a lánya meg kiváló úszó, most Blanka. Bianca. Bianca, igen, bocsánat, Bianca. Sorra nyeregeti a versenyeket országos, úgyhogy még ő belül akármi is lehet. És ami még érdekes, ugye, ha nézzük így 1-2-3-4 így a helyezéseket, azért a testtömeg összetétel index ránézésre is relevánsan hasonlít a elért eredményhez. Kár, hogy én ebből nem tudtam tovább lépni sajnos, de lehet azért, mert én beengedem a szénhidrátot az ingatlanba. Ellentétben Belussal. Jó, mindent fel fogok majd tenni az oldalamra, mert megosztom. Összeállítottam egy kis szakirodalmat, aki esetleg szeretne utána nézni. Ez néhány könyv. Meg van a videó csatornámon, majd azt is belinkelem, vannak ilyen kisebb videók, amiket én készítettem a versenyeinkről, akit ez érdekel, meg tudja nézni, és én is köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük szépen! Több tanulsága is volt ennek az előadásnak, azt gondolom. Az egyik az, hogy Fogarasi Zolinak volt haja. Legalábbis én még soha nem láttam így. Kettő, hogy Belus Tamás mindenkit megviccel ezek szerint az étkezéssel. Nekem egyszer adott egy interjú után egy ilyen űrkaját, én csak úgy hívtam, egy ilyen kis zacskó, benne valami gélszerű. Ti biztos ismeritek, mi nekem laikusnak ez nem mondott semmi. Ilyen energiaszelet, azt mondta. Nem szoktam kávézni, energiaitalt, ilyesmit nem fogyasztok. Én ebből megettem úgy délután kettő körül egy kis darabot, így benyomtam a szám, és hajnal kettőkor még így sasoltam, hogy mikor fogok elaludni, mert volt benne, utólag elolvastam, volt benne némi érénkítőszer, és keresem ezt a cuccot, ami azóta is, hogy hol lehet kapni.